Mai beszélgető partneremet azt hiszem a Váciak jól ismerik, a Váci vernisszázsokról. Ennek a rendezvénynek a showman ül velem szembe, Seregi István. Induljunk el onnan a beszélgetésnél, hogy tulajdonképpen, ami érdekes a te hivatásod kialakulásába, az, hogy úgy tudom, hogy te egész mással kezdted el a pályádat, mint amit szerettél volna, úgy tudom, hogy a szüleid instrukciójára, te egy racionálisabb pályára készültél. Igen, azt hiszem, hogy nekem egy nagyon rossz húzásom volt az, hogy gyerekkoromban, vagy mit tudom én, még kisebb iskoláskoromban nagyon szerettem játszani az mindenféle dróttal, rádióval, mindenféle ilyen apró dolgokat építettem. Barkácsolgattam, és ebből a szüleim arra következtettek, hogy hát én biztos egy ilyen mérnök ember típus vagyok, és erre leszek jó. Mindenáron erre is akartak terelni, de ez már gimnáziumban nem így volt, mert ott már színjátszó körben dolgoztam, akkor már harmadiktól ilyen amatőrfilmstúdiót csináltunk saját magunk, és indultunk amatőrfilm szemlén. Tehát ott azért már lehetett látni, hogy ez nem egészen így van, de hát a szüleim még nagyon erősen kötötték a magukat. Biztosítani akarták a jövődet. Így van, úgyhogy valóban nekem az első diplomám az egy villamosmérnöki diploma, és aztán utána kezdtem átkeveredni erre a pályára méghozzá úgy, hogy én elhatároztam, hogy nem akarok más csinálni, csak vagy színházat, vagy filmet, és addig kilincseltem egyik színházból a másikra. Még a diplomáddal? Igen, amíg a Vígszínháznál volt egy olyan kényszerüresedés, hogy a hangmérnök srácot elvitték katonának, mert addig szóba se akartak velem állni. De azért mindig kellettek valamiféle, vagy ismerős, vagy családtag, vagy valamilyen, most nem a rossz értelemben, de jó értelemben vett mentor, vagy protekció. És akkor, mikor kész helyzet volt, hogy kellett menni a hangmérnök srácnak katonának, akkor mondták, hogy na akkor most ez a lehetőség, tehát így kivártam ezt a pillanatot. De te már a színházba is váltottál. Így van, a színházban azt hiszem ez ilyen 2-3 évig tarthatott, ameddig mondjuk státuszban, hangmérnöki státuszban voltam. Még a Zsedényi Zsóka volt akkor a zenei szerkesztője a Vígszínháznak, meg a Pesti Színház darabjainak, aki különben egy rádiós zenei szerkesztő volt. És ő észrevette, hogy én nagyon nagy az affinitásom ahhoz, amit ő csinál, és hát mivel ő eléggé felkapott zenei szerkesztő volt, mindig mondta, hogy akkor ezt csináljon meg, azt csináljon meg, és úgy kezdte így átpasszolni rám a dolgokat, aminek én borzasztóan örültem, és aztán egyszer csak azon vettem észre magamat a Várkonyinak az utolsó rendezésében, a Pisti a vérzivatarban, hogy ott már én csináltam a zenei összeállítást. És azt hiszem, körülbelül onnan datálódott az én zenei szerkesztői. Igen, nem csak az audiális része érdekel soha ezeknek a dolgoknak, a vizuális része, és én legalábbis amennyire ismerem a pályádat, arra engedek következtetni, hogy a látvány is téged mindig izgatott. Hát igen, mert végül is, amikor én a gimibe elkezdtem amatőrfilmezni, akkor valóban a látvány és a dramaturgiának a közös vonalvezetése az, ami nekem tetszett, és amivel foglalkozni kezdtem, csak nagyon hamar rá kellett jönnöm, hogy a filmezés az nem olyan műfaj, amit saját zsebből lehet finanszírozni, még az amatőr filmeket sem. És ezután találkoztam a magával, a műfajjal, a diaporámával, mert arra mondtam azt, hogy hát itt lehetne a diaporámával, lehetne valamit kezdeni saját zsebből is, mert ugye ott fotózni kell, diákat kell készíteni, a diákat zenei anyaggal kell összehozni, tehát valahol egy dramaturgiát kell készíteni, és így lehetett diaporámát csinálni, és valahol itt is kezdődött az én vizuális múltam. És amit most bevetítenek a kollégák, ez így szerepelt már a Váci általunk rendezett Nemzetközi Diaporáma Fesztiválon is. Így ez van, melyik munkád? Ez az In Memoriam Pilinszkinek az angol nyelvű változata. Végül is azért hoztam ezt el, mert hát egyrészt, ha egy életútról beszélni kell, akkor ez volt a kezdet, illetve nem is a kezdet. Azt lehet mondani, hogy ez volt az első olyan diaporámám, ami végigjárta a világot, és amivel nagyon sok helyen nyertem. Ez volt tudom, az, ahol Ausztráliában nyertem, Franciaországban. Tehát a magyar fesztiválokon természetes volt ennél a műfajnál. Ausztráliában azért jegyeztem meg, és azért volt ez nagyon megdöbbentő, mert végül is egy Pilinszki versre
egy háború ellenes, vagy a háború ellen és a háború borzalmai ellen törláncsát, és arról szól maga a mű, és hát Ausztráliában nem nagyon ismerik a háborút, és mégis megértették és vették, hiszen két díjat is elnyertem vele, a legjobb hangmondást is, és a kategóriában az első díjat, ezért jegyeztem én is annyira meg, és ezért jelentett számomra is nagyon nagy eredményt. Ami érdekes, a te fotográfiai munkádban ismerte művészeti alaptag vagy, fotoművészként, ez is az egyik állomás a pályádnak. Az, hogy te neked a munkáid általában irodalmi ihletettségűek, József Attila, Pilinszky, Latinovics, úgyhogy ez jellemző a te munkáid, de még a fotóid is, a kiállításodon is idézetekkel tűzdelted tele a képeidet. Igen, azt hiszem, hogy én a kettő számomra egyet jelent, a verbalitás és, és annak a képi megjelenítése. Azt hiszem, hogy nekem a kettő együtt él bennem igazán, és hát gondolom, hogy ez az, ami a film felé is vonzott engem. Na most én úgy látom, hogy tulajdonképpen a diaporám neked egy előiskola volt, és sajnos nem műveled ma már, és ezt én nagyon zakon veszem, hogy ezt a műfajt olyan szép, és mi nekünk annyi gyönyörűséget okozott. Téged most egész más irányba terel, de valahol azért az eredmények, amiket a diaporáma készítésnél te elsajátítottál, azért valahol beépülnek a mostani munkáid. Erre két dolgot szoktam elmondani. Az a realitás, hogy valóban ez lépcsőfok volt. Én nem tudok megállni sohasem. Én mindig azt mondom, hogy nem szeretek elindulni, nem szeretek megérkezni, csak úton lenni szeretek. Ebből adódik az, hogy mindent ki is szeretek próbálni. Ezért nehéz veled találkozni. Igen. És ez a kipróbálás, ez műfajon belül is jelent különböző ágazatokat, és műfajváltásokat is. Tehát amikor nekem már kevés volt, hogy nem tudtam megmozdítani, csak áttüntetni a diaporámába egy képet, akkor nekem meg kellett, hogy mozduljon a kép, és attól kezdve lett film. És manapság már nem tudnék visszamenni az állóképekhez. Nem azért, mert nem tartom jónak a diaporámát, és nem tagadom meg a diaporámás múltamat, csak nekem már ez egy tovább lépés volt, és már nem tudok abba gondolkodni. Mi érzed, hogy több a film, mint a diaporáma? Ebben nem akarnék belemenni, mert nem hiszem, hogy egyenrangú, nem hiszem, hogy mérhető a kettő egymáshoz, hiszen mind a kettő egy külön önálló műfaj. És vannak olyan dolgok, amit a diaporáma eszközével lehet elmondani, és vannak olyan dolgok az idő és a mozgás síkjában, amit csak a film forma nyelvével lehet elmondani. Pista, neked erős váci kötődéseid vannak annak dacára, hogy hosszú ideig ugye Pesten laktál, nemrég költöztél, vettél egy házat Érden, és de ennek dacára, hát, hogy is kezdődött a váci kapcsolatod? Hát gyakorlatilag végül is már érintettük, a váci kapcsolat úgy kezdődött, hogy a Váci Diaporáma Fesztiválon jelentkeztem első alkalommal, ez volt a beavató szertartás, és nekem nagyon valóban kellemes emlékeim fűződnek. Az évet már nem tudom megmondani, hogy melyik évben jelentkeztem először, akkor még természetesen nem ezzel a filmmel, akkor is egy Pilinszky vers adaptációval, de akkor még teljesen úgymond Szüzen első diaporámán volt, amit beneveztem, és Vácon, a Váci Fesztiválon külön díjat nyertem vele, és akkor azt mondtam, hogy ha én így teljesen zöldfüllően első próbálkozásra el tudok vinni egy fesztiválon egy külön díjat, akkor egyrészt nagyon szeretem Vácot, másrészt pedig érdemes ezzel a műfajjal foglalkozni. Így van. Nem hagyom ki. Na most innen van egy lépés tovább, de még egy pillanatra maradjunk egy jellegzetes dolognál, ami téged jellemez. Emlékezz vissza, amikor Opavába voltunk kín, és jöttünk hazafelé, és akkor te valahol már itt a határnál azt mondtad, hogy ránéztél az órádra, és azt mondtad, hogy Jézus Mária, nekem 5 órakor, vagy nem is tudom, 6 órakor mondtál egy ilyen időpontot, nekem egy bevetítésem van a Pesti Színházba egy műbe, és én akkor frászt kaptam, mert egyszerűen téged az jellemez, hogy egyszerre 3 dolgot tudsz a kezedbe tartani, amire például én képtelen vagyok, mert nekem ha délután van valami, amit meg kell valósítani, én már reggel izgalomban vagyok, és nem tudok másra figyelni. Hogy tudod ezt csinálni?
Erre hadd mondjak el egy sztorit, megpróbálom röviden elmondani, valóban a Pesti Színházhoz fűződik. Ott volt egy nagyon konszolidált kollégám, aki megőrült ettől az én életvitelemtől, és hát én nagyon finoman és óvatosan adagoltam neki, hogy én közben itt vagyok, ott vagyok. A legelrettentőbb példa volt, a Deficit című előadást csináltuk a Pesti Színházba, akkor még hangmérnök voltam, és az első felvonásban nem volt bejátszás, csak a szünetben volt az első zenei bejátszás. És ugyanakkor, 3-4, vagyis 7 után pár perccel minden színházban akkor kezdődik az előadás, az Audrey színpadon kezdődött a trükk, ahol nekem az elején a Beatles korszakról volt egy 7 perces... Nem, az egy másik. Ez a József Attilára. Így van, ugye? Ez meg az Audrey színpadon, és ott volt egy 7 perces bejátszásom. És soha nem tudott szegény kollégám arról, hogy én beállítottam minden gépet a Pesti Színházba, utána beültem az autóba, átrohantam az Audrey színpadra, levetítettem a diaporámát, visszapakoltam a motyót, és úgy értem be a Pesti Színházba, hogy ki volt számítva, ki volt a kuka húzva hátulra, hogy tudjak parkolni, rohantam föl, és az ügyelősz felszólt, hogy Pista, most jön a bejátszás, és én akkor beestem, elindítottam a magnót, és soha senki nem tudta, hogy én az első felvonás alatt az Audrey színpadon. Akkor, hogy elédugrik valaki, mit tudom én, útközben, elütöd, akkor leáll az előadás? Nem tudom. Az érzésem, hogy abban a pillanatban, hogyha erre gondoltam volna egyszer is, akkor nem szabad lett volna megcsinálni. Én annyira biztos voltam, hogy mindig oda fogok érni. Most is azt mondtam neked, hogy ide fogok érni, pedig 5 óráig nekem egy stúdióban volt munkám, ott dolgoztam, a hétvégi adást csináltam, és azt mondtam, hogy ide fogok érni, és ide értem 3-4-6-ra. Na, Pista, utóbbi időben te nagyon sokat utaztál Amerikába, többször filmet csináltál, ki ezekről is beszélj egy kicsit. Hát azt hiszem ennek az amerikai útról, ameddig én elmondom, hogy indult az amerikai vonal, van egy egyperces filmbejátszásunk, ami arról szól, illetve azt a táját mutatja be, ahol én a forgatásaimat csináltam. Elég érdekes volt ez is. Magyarországon megkeresett egy hölgy, aki kiderült, hogy a Clevelandi Magyar Televíziónak a munkatársa, és azt mondta, hogy nincs kedvem kimenni Clevelandbe, megcsinálni a magyar temetőkről egy filmet, mielőtt a bulldozerrel tönkre nem teszik. És én azt mondtam, hogy igen, és ettől kezdve indult, ez 92-ben volt, és ettől kezdve indult egy amerikai filmforgatási sorozaton, ami végül is a nagy neveken, tehát interjúk Teledével, Oláhal, a Nobel-díjassal, az Andrew Vajnával, tehát kifejezetten a nagy magyarokkal, ez volt az egyik sorozat, és az utána következő sorozat volt az, amelyiknek a terméke a Tengeren túli álmok, ami a mostani 29. filmszemlének az egyik filmje volt. De te nem csak az idén indultál, már tavaly is. Nem, előtte pedig a Léptünk koppanódon köveken című filmmel indultam a 28. magyar filmszemlén, mind a kettő dokumentumfilm kategóriában, és a következő, pedig ami még most van vágó munkálatok alatt, az pedig már nem az amerikai magyarokról szól, hanem az amerikai indiánokról, az őslakosságról, és azoknak az ünnepéről, a minden évben megrendezett powwowról, ez egy háromnapos, Stanfordban van, ott rendezik, és mi ennek kapcsán ott forgattunk ezen a háromnapos ünnepségsorozaton, és utána végigmentünk Arizonába az összes nagyobb indián rezervátumon, és megmutattuk, vagy meg fogjuk mutatni az indiánoknak a legbelső szokásait, az indián esküvőtől kezdve a most indián néphagyományokat. Most ezeket ki szponzorálja? Hát, ki a kiadója, ki rendeli meg, vagy egyáltalán hogy keletkezik egy ilyen film? Hát ez úgy keletkezik, mint akár a Koltainak a játékfilmjei, csak hát kevesebb pénz kell hozzá valamivel. Úgy készül, hogy az embernek először be kell szerezni egy szándéknyilatkozatot valamelyik televíziós csatornától, minél nagyobb televíziós csatornától annál jobb, mert annál inkább van rá szponzor. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy a TV1 vagy a Duna Televízió fogja vetíteni az én majdan elkészülő filmemet, és erről van egy szándéknyilatkozat, akkor el lehet venni vele házal, és lehet mondani, hogy egy 3 részes, 2 részes, 5 részes, 6 részes sorozat lesz Amerikában a Nobel-díjasainkról, és akkor lehet, hogy azt mondják rá, hogy kérem szépen, én ezzel, ennyivel
vagy egy repülőjeggyel, vagy egy autóbérlettel, vagy pedig effektíve pénzzel az utómunkához, vagy technikával, vagy videokazettával, mert ugye azért ott elforgatunk 30-40 beta kazettát, ami azért elég tetemes összeg, túl kell forgatni. Mennyi egy harmad részéből lesz körülbelül, vagy mi kevesebből? Sokkal kevesebből, sokkal kevesebből. Pláne azért, amikor ilyen messzire megy az ember, akkor nagyobb biztonságra is törekszik, tehát jóval inkább túlforgat. Tehát így kezdődik egy film, és mikor már ennek a mondjuk a filmgyártásra szükséges pénznek a 75%-a megvan, akkor már az ember hazardírozik és elindul. Mert ilyenkor aztán ilyenkor különböző jogdíjak kit illetnek? Az alkotót, szponzort, aki a filmet finanszírozza? Általában a szponzornak nem mindig a gyártóé a jog, meg az alkotóké természetesen. A szponzor az vagy a film előtt és után való reklám felületeken tud megjelenni, tehát mit tudom én, minden a médiatörvény értelmében minden filmnek megvan az, hogyha 40 perces, akkor a 20%-a reklám, tehát abban az időben lehet reklámot sugározni, vagy a film végén köszönetet mondunk a támogatóknak, és ott megjelenik. Sokan nem is tudják azt, hogy egy vagy két perces reklám az milyen drága, legalábbis a nagy tévékben. Körülbelül milyen? Hát igen, azért 20 másodpercesek, meg 10 másodpercesek, mert 1 millió 800 ezer, hát mindig emelkedik, most már nem is nagyon lehet tudni pontosan, egy perc a TV1-es csatornán, különböző sávokon, hát attól függ, hogy milyen reklám sávban van. Most a te esetedben ki a gyártó? Ugyanaz, mint mindig? Nem, több gyártó van. Én most 3 olyan stúdióval dolgozom, akikkel, hát attól függően, hogy milyen technikai igény van, ezeknek a filmeknek a gyártója, tehát a stúdió hátterét, az amerikai filmeknek a stúdió hátterét a Vidok Palota stúdió adta, az Omnicolo forgalmazta. Azoknak a filmeknek, amik most különböző televíziós csatornákon mennek és sorozataim vannak, például az Enegép a TV1-en, az az AirVision stúdiónak a háttér, tehát ő gyártja. A Budapest TV-n megjelenő Csevegő és önvédelmi műsoraimnak, sorozat műsoraimnak a gyártója pedig a HB Pakó stúdió, amelyik ott van a Róna utcában, tehát egy nagyon frekventált helyen. Mindegyiket úgy választom egyrészt, hogy hát én is felkérésre dolgozom, de általában nem a producerek kérnek föl, de általában a gyártó az úgy választódik meg, hogy ki tudja a legjobb, annak a műfajnak megfelelő legjobb technikai hátteret. Most a gyártó kéri fel a producert, és a producer kéri fel nem? Nem. Szóval hogy néz ki ennek a menete? Attól függ, hogyha én találom ki a témát, akkor én keresek hozzá a producert. Tehát akkor fölfelé. Igen. Néz. Ha a producer jön egy témával és keres egy rendezőt, akkor keres meg engem. És utána közösen keresünk gyártót. De jobban szereted azt, hogyha te kezded, nem? Mert akkor te választod persze, azt, mert hogy... akkor én mondom meg, hogy mit szeretnék, és akkor nagyjából az valósul meg, hiszen akkor én már úgy megyek a producerhez, hogy van egy szinopszisom, vagy van egy forgatókönyv, és azt mondom, hogy ezt szeretném, és hogyha ő ráharap, akkor azt mondja, hogy ezt csináljuk meg. Fordított esetben az van, hogy olvasd el ezt a forgatókönyvet, ezt kellene megvalósítani, és akkor amennyire én magamévá tudom tenni, annyira fogjuk megvalósítani, illetve hát akkor leszek az ő partnere, hogyha ő azt mondja, hogy ahogy én elképzelem, az megfelel az ő elvárásainak is. Nemrégen ott a te helyeden ült egy fiatal 17 éves lány, Alexa, akiről te klipet csináltál Görögországba. Na most nézzük meg azt, hogy ez a klip ez hogy született meg. Ez is úgy született, hogy te kerestél meg producert, gyártót, vagy pedig fordítva? Nem, ennek minden zenekarnak, együttesnek van egy kiadója. A Gold Record, a Berkes Gábor ugye a zeneszerzője, a Alexának az összes eddig megjelent zenéjének, CD-jének és számának, és a Gold Record keresett meg engem azzal, hogy szeretne videoklipet készíteni Alexáról, megmutatta nekem a zenét, és azt mondta, hogy találjunk ki közösen valamit. És akkor egy team összeült, hát nem árulok ezzel titkot, én egy zenei műsort is csinálok, a Buli vonalat, most már negyedik éve. Az Vácon is csinál, forgattam. Így van, az EMSZA televízióban, ahol a Hajnal Gábor az én szerkesztőm. És a Hajnal Gáborral, a Berkes Gáborral összeültünk, hogy milyen
jó pofa klipet lehetne az Alexa CD-n lévő szövegekre kitalálni, és a Forog velem a világnál azt mondtuk, hogy hát egy olyan kis sziget kellene, ahol valóban meg lehetne a világ forgását mutatni, és hát természetesen itt több verzió is fölmerült, hogy ez milyen jó lehetne, de itt jött megint az, hogy ki a szponzor. És a szponzor az olyan utazási iroda volt, amelyik a görög utakat szervezte, tehát egyből adódott, hogy Santorini szigete lesz az a sziget, amin meg tudjuk ezt a filmet csinálni, és le tudjuk forgatni. Tájilag is egy csodálatos hely. Annak idején sok érdekes dolgot meséltünk, amikor San Franciscóba jártál, magyar csapatról beszéltél, és egy olyan... Ezek hatnak-e úgy rád, ezek az élmények ott kint, hogy ezek is szülnek rögtön egy témát, amit esetleg elkezdesz forgatni, vagy tálalod esetleg egy szponzornak, vagy egy gyártónak. Volt-e ilyen? Én egy mazoista vagyok, nem szeretek elmenni nyaralni, nem megszállottan a munkámat csinálom. Valóban az az egy, ami érdekel. És azt mondták, hogy végül is én azáltal, hogy nem nyaralok, nem csinálok semmit, a munkámon kívül nem tudok föltöltődni. Nekem igazság szerint ezek az én föltöltődéseim, ezek az utak, ezek az élményanyagok, ezekből hónapokon, néha éveken keresztül táplálkozom. Ez az elkötelezettség egy kicsit hasonló ahhoz, én egyszer egy tévében láttam egy filmet egy japán üzletházról, ahol fiatal menedzsereket szólaltattak meg, nagyon sokat dolgoztak, elmondták, hogy mit csinálnak, hogy, és akkor megkérdezte a riporter tőle, hogy és mikor volt szabadságon, és akkor szinte megütközve nézett rá, és ő is elgondolkozott ezen, és azt mondta, hogy ő nem volt, mit tudom én, 30 év vagy 20 éve szabadságon. És nem volt 20 éve szabadságon, mert ő neki ugyanúgy, mint ahogy te mondtad, tulajdonképpen ez nem hiányzik neki az, hogy ő szabadságra menjen, hogy így töltődjön föl, hasonlóképpen töltődött föl, mint te. Igen, ez jó is, meg rossz is, megmondom miért. Azt is szoktam mondani, mert megkérdezik, hogy hát miért nem leszek-e én eléggé hiányos azáltal, hogy mindig újba kezdek, és mindig valami új témát, meg új műfajt kezdek ápolni és beleszerelmesedni. És azt mondta, hogy nekem egy nagyon rossz tulajdonságom van, ezt itt Vácon is tapasztaltam, és bárhol másut, amikor egy fesztiválon valamilyen díjat veszek át. Borzasztóan élvezem, és nagyon szeretem, és amikor megyek föl a dobogóra átvenni a díjat, és fölhangzik a taps, akkor a legfurcsább az, hogy én akkor már nem ott vagyok. Én akkor már egy következőbe gondolkodom, és az nekem annak a, tehát egy elismerés, annak a lezárása, és én már egy következő világban élek, és egy következő műsoron gondolkodom, és amikor már jövök le a dobogóról a díjjal, akkor én már nem ott vagyok. Remélem, hogy ezekből a filmekből még talán Vácon esetleg tudunk egy kis televízió műsort majd bemutatni. Állok rendelkezésetekre, és örülök, hogy meghívtatok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.